A következő műsor egy szerény műsorvezető utazásait mutatja be. A küldetésem új világokat, új életet és új civilizációkat felfedezni, illetve olyan helyekre eljutni, ahová még egyetlen műsorvezető sem jutott el. Én szeretnék lenni az első új-zélandi lakos, aki eljut az űrbe. Vajon ehhez mire lesz szükségem? Ennyi! Az eheti adásban felépítem a saját rakéta által működtetett járművemet. Majd tanácsot kérek néhány tényleges rakétatudóstól. Ez aztán gyors! Mire számított? Nem szokványos módon fogok eljutni a veszedelmes világűrbe. Eljött az igazság pillanata. Mindig is érdekelt a világ működése. Egész életemben kérdéseket tettem fel, és ahhoz, hogy megtaláljam a válaszokat, vakmerő kísérleteket kell elvégeznem. Vakmerő kísérletek Nigel Lattával. Ha a világűrbe igyekszünk, szembe kell néznünk egy problémával. A gravitációval. A gravitáció nem túlságosan erős, de kitartó. Ahhoz, hogy elszakadjunk a Föld gravitációs erejétől, komoly erőt kell kifejtenünk. Ennek a tányérnak közel 30 ezer kilométer per órás sebességgel kellene repülnie, akár csak egy űrhajónak. Ha el szeretnék jutni a világűrbe, meghajtó erőre lesz szükségem. A rakéta népszerű módszernek bizonyult. A rakéták közös ismertetőjele, hogy reakciós motornak számítanak. Newton harmadik törvénye alapján elmondható, hogy a motor egy bizonyos irányba tolja a tömeget, és a rakéta ellentétes irányba lő ki. Bemutatom a tákolt rakéták gyöngyét. Nem fog eljuttatni az űrbe, de a segítségével szemléltethetjük a rakéta tudomány alapjait. A jó hír az, hogy ez a kísérlet otthon is elvégezhető. A karácsonyfa tartóm tökéletes rakétaindító állványnak bizonyul. A rakétáimat Mackó papának, Mackó mamának és Kismackónak neveztem el. Levegő és víz működteti őket. A rakéta tudomány alapjai Newton harmadik törvényén nyugszanak. Minden mozgás ellentétes irányú reakciót vált ki. A palackon emelkedő légnyomás kilövi a dugót, és a kilövelő vízsugár ellenkező irányba löki el a rakétámat. Ebben az esetben felfelé. Kis Mackó szépen teljesített. Mackó papa két egymáshoz erősített palackkal fitoktatja erejét és aerodinamikai méltóságát. Sokkal nagyobb hajtóerőre lesz szükség, így a nagy légnyomás eléréséhez nem kézi pumpát, hanem kompresszort használok. Úgy döntöttem, hogy békén hagyom Mackó mamát. Kibajlódna a középszerűvel, ha kéznél van ez a monstrum. Alaposan felpumpáljuk, majd hátra lépünk, mert még sosem lőttük ki ezt a rakétát, és nem tudjuk, mi fog történni. Mackó papa túlsúlyosnak és a középső részén gyengének bizonyult. Félretesszük és a cél érdekében elővesszük Mackó mamát. Ez a rakéta a súly, hajtóerő és aerodinamikai teljesítmény tökéletes egyvelege. Szép, de tényleg nem akad egy tisztességes rakéta, ami tényleges lángcsóvát hagy maga mögött? Ami azt illeti, akad. Kiterveltem valamit, ami nem csak zseniális, de a költségvetésünkbe is belefér. A kinyitható szék, könnyű szerkezetű, nyarat idéző,
És a legjobb tulajdonsága az, hogy hozzá tudunk erősíteni egy rakétát. Rendeltem néhány szilárd üzemanyaggal működő rakétát az internetről. Vajon hány kell ahhoz, hogy feljussunk a világűrbe? Indulás előtt lássuk a rakétánk jellemzőit. A szárnyak stabilitást fognak kölcsönözni az űrben. A motort a gravitációs központ alá erősítjük, hogy a rakétánk egyenesen közlekedhessen felfelé. Már csak a sebességet kell beindítanom. Induláshoz felkészülni. 3, 2, 1. Természetesen nem ültem bele a rakétaszékbe. Örülök, hogy nem tettem meg, és annak is örülök, hogy nem adtam ki pénzt GPS rendszerre. Ugyanis a rakétám összesen 3 métert utazott. Szerintem túlságosan súlyos. Levetkőztetem a babát, és újra útnak indítom. 3, 2, 1. Az Apollo 11-es végső menekülési útvonala. A rakétaszék ebben az esetben nem vált be. A világűr már csak ilyen. Lássuk a szék 3. verzióját. Állvány, némi aprófa és vastag cellux. 3, 2, 1. Glenn Martinnak évtizedek kellettek ahhoz, hogy kifejlessze a jetpacket, ami nekem egyetlen délután leforgása alatt sikerült. Minden egyes kilövéssel egyre messzebb és messzebb jutottam. Ennek ellenére be kellett látnom, hogy a rakétám testvérek közt is vacaknak minősül. Ideje felkeresni a szakértőket. Én akarok lenni az első új-zélandi lakos, aki eljut a világűrbe. A terv megvalósításához délre utazom, ahol a Canterbury Egyetem diákjai évek óta gyártják és lövik ki a rakétákat. A tervem dióhéjban annyi, hogy ellopok néhány alapötletet az űrprogramomhoz. Biztosan nem lesznek mérgesek. Ez itt a Kaitoreti Spit indítóállomás. Nem olyan léptékű, mint a NASA Cape Canaveral komplexuma, de az egyetem diákjai számára tökéletes. Bunkerrel van ellátva, kábelekkel, és nekem ennyi elég is. George, hány perc van hátra az indításig? 20 perc. Értem, elmondanád, hogy mi történik pontosan? Ez itt a rakéta tényleges része, ami magában foglalja a tudományos műszereket. A tetején robbanó szerkezetet és ejtőernyőt helyeztünk el, amivel a rakéta biztonságban földet ér a kilövés után. Ez egy bonyolult folyamat, így elmondva mégis egyszerűnek tűnik. Az indítás napján egyszerű, de az azt megelőző 3 hónap maga a pokol. Vonuljunk a bunkerbe és készüljünk fel. Adam fogja elindítani. Rendben. Ez a kis rakéta jóval szakszerűbb, mint az enyém, de szintén Newton 3. törvényét használja. Reakciós motor működteti, ugyanaz a mozgási törvény hat rá, de megsúgom, hogy nem rendelkezik üléssel. Íme az irányító központunk. A rakéta most kerül rá az állványra. Ez a fémszerkezet egy rakéta kilövő. A rakéta teste újrahasznosítható PVC-ből készült. A stabilitást adó szárnyakat 3D-s nyomtatóval készítették. A motor nagyobb, mint az enyém, több üzemanyagot használ, és ezért látványos kilövést jósolok. Egyértelmű, hogy nem először csináljátok, ugyanis villámgyorsak vagytok. Nincs vesztegetni való időnk, megérkezett az Aucklandi szakértő. Kedves tőle, hogy elismeri a szakértelmemet. 2,5 perc van hátra, úgyhogy menedékbe húzódom, és megnyomom a gombot. Hány másodpercet számoljak vissza? 5 vagy 10? Egy ilyen méretű rakétánál 3 másodpercet. 3? Az jó lesz. Nem teketóriázunk. Megnyomjuk a kis kapcsolót. 3, 2,
Egy. Szent Habakuk. Ez fantasztikus volt. Nagyon gyors. Miért? Mire számított? Nem tudom. A legmagasabb ponton az ejtőernyő kinyílik, és a rakéta puhán földet ér. Ott van, látom. Induljunk el abba az irányba. Biztonságos távolságba parkoltuk le az autót, de a szél pontosan oda vitte el a rakétát. Hallják ezt a csipogást? Ha megszámoljuk, megkapjuk a rakétánk maximális magasságát. Majdnem egy kilométer. 979. 979 méter. Hány másodperc alatt? Kb. 12. Ez igazán gyors. Továbbra sem tudom, hogy milyen módon fogok eljutni a világűrbe. Könnyű üzemanyagtakarékos, stabil szerkezetre lesz szükség, amiben elfér a lábam. Vajon mi az a jármű, ami megfelel a kritériumoknak, és a büdzsénkbe is belefér? Gondoljanak egy gyerek születésnapi partira, és toldják meg egy kicsit. A Canterbury Egyetem rakétatudósai meggyőztek arról, hogy van módja annak, hogy eljussak az űrbe. Bizonyos értelemben. Viszonylag olcsó megoldás, de Newton törvénye helyett Archimedes törvényére kell hagyatkoznunk. A terv egyszerű. Héliummal teli ballont fogunk felereszteni, amihez kamerát és mobiltelefont erősítünk. Az űrhöz olyan közel kell engem felvennie, amilyen közel eljuthatok. Az űr ott kezdődik, ahol véget ér a Föld atmoszférája. Nagyjából 100 km magasságban. Nem fogunk ilyen magasra jutni, de kis szerencsével eljuthatunk a stratoszféráig. A ballon emelkedésével csökkenni fog a légnyomás, a ballon pedig kipukkan. A ballon sérülékeny latexből készült, ezért gumikesztyűs kézzel kell bánni vele. A legkisebb sérülés is lyukat eredményezhet, amin kiszivároghat a hélium. Sajnos úgy tűnik, hogy a bolygó legszelesebb helyét választottuk a ballonunk felfújásához. Elővesszük tehát a kifinomult műszereket, a kartonlapátokat. A stresszfaktort növeli az a tény, hogy egyetlen ballonra elegendő héliumunk van. A szél pedig felerősödik hamarabb, mint amire számítottunk. Reméljük, sikerülni fog. Pedig már a kilövés is elegendő stresszt jelentett volna. A rossz hír, hogy a szél süvít. A jó hír az, hogy majdnem megvagyunk. Sajnos akad egy kis bökkenő. A ballonunk megsérült. Philip megpróbálja megfoltozni. Ennél rosszabb nem is lehetne. Nem fog sikerülni. A ballon elszakad. Ez borzasztó. Teljes kudarc. Egyelőre tanácstalanok vagyunk. Az űrutazásom eddig nem a tervek szerint alakult. Az ígéretes palack rakétáim után a Canterbury Egyetem diákjai által épített rakétától vártam a megváltást. Csak hogy a ballon kísérlet kudarcba fulladt az erős szél miatt. Megrázzuk magunkat, és ismét megpróbáljuk. 3 hónappal később. Ismét a Canterbury Egyetem rakétatudós diákjaival találkozunk. A legutóbbi kudarcunk után az a döntés született, hogy áttesszük a kilövő állomást a Tekapóhoz közeli Guide Hill állomásra. A nyílt terep segítőkész gazdálkodóval párosul, és ránk nézve még szerencsésebb, hogy ma nem fúj a szél. Ma jobb eséllyel indulunk. Igen. A legutóbbi alkalom szinte kizárólag a stresszről szólt. A stressz ma is jelen van.
Az elmúlt három hónap során a diákok tovább dolgoztak a ballon és a terhelés kettősén. A mobiltelefont egy GoPro kamera fogja felvenni. A talajról működtethető, vagyis a ballon felemelkedése és leereszkedése alatt a kamera oda fog mutatni, ahová akarjuk. Ezek szerint kezelni tudjuk a GoPro felvételi szögét. Igen. Egy második, kisebb felbontású kamera felfelé fog mutatni, a ballon irányába. Mindkét kamera irányítható lesz a talajról. Hang beállítva. Egy mobiltelefonra előre felvett üzenetet fogok eljuttatni az űrbe. A telefon a ballonhoz lesz erősítve, és a vele szemben álló kamera fel fogja venni az üzenetet. A GoPro egy jeladóval áll kapcsolatban, amit a talajon fogunk megfigyelni. Mindenképpen vissza kell szereznünk a GoPro kamerát, ami rajta lesz az üzenetem. Odafönt kíméletlen hideg uralkodik, mínusz 60 Celsius fok, és vadszelek fújnak. A csökkenő légnyomás hatására a hélium közel 268 köbméteresre fog tágulni. A ballon ki fog szakadni, és vissza fog ereszkedni a földre. Aggodalomra semmi ok, igaz? Ismét neki látunk felfújni a ballont, de ezúttal sokkal könnyebben megy. Legutóbb hatan próbáltuk megoldani közel 100 km per órás szélben. Ma nem fúj a szél, és megy minden, mint a karikacsapás. Az indítás perceken belül bekövetkezik. Az utolsó simítások következnek. Minden a tervek szerint alakul. Ennek ellenére ideges vagyok, mert a srácok rengeteget dolgoztak. Payload? A hasznos teher, vagyis a mobiltelefon és a GoPro kamera a ballonhoz lett erősítve. Majdnem készen állunk. Dr. Chris Hahn, a mai űrmisszió vezetője engedélyt kér az ellenőrzött légtér használatára. Készen állunk, már csak az önök engedélye hiányzik, és elindítjuk. Minden reménységünk ez a kis karabiner. Készen állunk az indításra. Már csak én tartom a héliumos ballont, vagyis semmiképpen sem szabad hibáznom a következő 1 perc 50 másodperc alatt. Két csapatra oszlunk, a kilövő és a kereső csapatra. A kereső csapat fogja felkutatni a hasznos terhet. Időben el kell indulniuk, hogy lépést tartsanak a ballon mozgásával. A számítógépes modell alapján a rakomány több száz kilométert megtehet, mielőtt földet érne. A GoPro visszaszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy jó felbontású képet kapjunk rólam a világűrben. Mehet? Igen, elengedheti. Nos, elérkezett az igazság pillanata. És elindult. Végre útban vagyok a világűr felé. Nem olyan formában, ahogy elképzeltem, de akkor is utazom. A jó hír az, hogy minden tökéletesen alakul. Két kilométer magasságban minden rendben van. A ballon még nem durrant ki. Az élő közvetítés folyamatban van. És tovább emelkedünk. Ez a kísérlet könnyű része. Innentől kezdve a hideg levegő és a szél nehezíteni fogják a ballon útját. Váratlanul megszakadt az adatátvitel. Ez komoly probléma. Várjatok, ez északról jött? Ott kell lennie. A kereső csoport is nehézségekkel küzd. Csakis arra következtethetünk, hogy elromlott a GPS, ami akadályozhatja a rakomány megtalálását. Ha nincs kamera, akkor képi bizonyíték sincs. Az utolsó esélyünk a GPS koordináták megszerzése a monitorról. Tegyünk meg mindent a videókapcsolat fenntartása érdekében. Szerencsére mindkét kamera működik. Már csak ezeken keresztül követhetjük a rakomány útját. Nem tudjuk, mi történhetett, de a képek azt mutatják, hogy a ballon épségben van, és tovább emelkedik. Elvesztettük a GPS adatokat, de magasra eljutottunk. Ekkor hirtelen forogni kezd a föld. Igen, forog!
Szerintünk most durrant ki a ballon. Senki sem tudja, hogy mi történhetett. Ha nem bomlik ki az ejtőernyő, a kamera a földre zuhan és összetörik. A rajta lévő bizonyíték pedig elvész. Ha felnézünk, láthatjuk, hogy a ballon kidurrant. De az ejtőernyő nem nyílt ki. A kereső csoport megpróbálja távirányítással kinyitni az ejtőernyőt. Magasság és helyzet. Megpróbáljuk beindítani az ejtőernyőt. Kinyílt. Az ejtőernyő kinyílt. Rendben. Keressük meg a földet érés helyét. Földet ért a rakomány. Most már csak meg kell keresni. Nincs kontaktusunk. Elvesztettük a kapcsolatot a rakománnyal, de a legutolsó GPS koordináták alapján arra felé kell keresni. Nagyjából másfél kilométerre innen. A reménytelen keresések hagyományainak megfelelően a szélrózsa minden irányában elindulunk. A mutatvány sikeres. A rakomány kevesebb, mint egy kilométer távolságban vár ránk, a fűben. A dráma ellenére minden a tervek szerint alakult. A GPS koordináták segítségével megtaláltuk a ballon rakományát. Már csak a GoPro felvételt kell ellenőriznünk. Vajon felvette az űrben lejátszott üzenetemet? Még a keresés utáni izgalom sem ér fel azzal, amit a felvétel megtekintésekor élünk át. Nos, végül eljutottam az űrbe. Mondhatni. Természetesen jobb lett volna, ha testben is eljutok, de ez jobban tükrözi a digitális korunkat, hiszen találkozás helyett Skype-on beszélgetünk egymással. Elköszönök az atmoszféra pereméről. Ne feledjék, ez egy kis lépés az emberiség, de óriási lépés az államilag támogatott csatornák műsorvezetői számára. A magyar változat a BTI stúdióban készült. Supporting local content so you can see more of New Zealand on air.